21-ének a purgatóriumban, a 417. oldal, a purgatórium 5. párkánya, Statius a megtisztult. A természetes szomjúság, amit csak az a víz oldhat, melynek kegyelmét a szamária béli nő kívánta, még mindig kínzott, Hajszolt a sietség a zsúfolt úton vezető után, és a szívem fájt a joggal szenvedőkért. És ekkor, pont ahogy Lukács leírja, hogy Krisztus megjelent a két utasnak, miután sziklasírjából kiszállt, egy árny ért utol a hátunk mögül, míg mi a fekvők között lépegettünk. Észre se vettük, csak mikor beszélt. Testvéreim, Adjon békét az Isten. Mi hátra fordultunk, Vergilius az üdvözlést, illően viszonoztas így szólt, Tegyen a boldogok körébe az igaz bíróság ítélete, mely engem onnan örökre kitilt. Hogy, hogy felelte az, miközben siettünk, ha Isten nem várod föntiteket, kihozott föl a lépcsőn idáig. Tanítom erre, nézd a jeleket, amiket hord. Az angyal véste rá, vagyis neki a jó közt a helye. Ám mert a nőki fon szüntelen, még nincs kész a fonállal, amit klotó mindenkinek legombolít, a lelke, mely testvére a miénknek egyedül nem jöhetett föl idáig, mert nem úgy lát, ahogy a mi szemünk. Ezért kihoztak engem a pokol széles torkából, hogy kalauzoljam, és teszem is, míg tudásom elég de mond, ha tudod, miért remegett a hegy az előbb, s miért járta át tengeri talpáig egy nagy kiáltás. Kérdését így a vágyam tűjukába befűzte, s a tudás puszta reménye már enyhítette szomjúságomat. S felelt az árny. Az nem fordul elő, hogy megtörné a szent rendet hegyünkön bármi szokatlan vagy rendkívüli. Ez a hely mentes minden változástól. Csak is, amit az ég okoz magának, az válthat ki bármiféle hatást. Ezért nincs hó, eső vagy jégverés, harmat vagy dér, annál följebb, ahol a kis lépcső van, a háromfokú. Nem látszik felhő, se sűrű, se ritka, se villámlás, se taumasz leánya, aki ott lent gyakran cserél hazát. Száraz pára sem tud följebb hatolni, mint az a három lépcsőfok, amelynél Szent Péter megbízottja örködik. Lejjebb talán reng kisebbet, nagyobbat, de föld alatt rejtőző szél miatt, nem tudom miért, itt nem rengett sosem. Itt akkor reng, ha megtisztulva érzi magát egy lélek, föl kell és elindul, hogy följusson, ekkor kiáltanak. Hogy megtisztult, azt épp az bizonyítja, hogy megérzi, akarhat szabadon és örömmel kereshet új helyet. Az akaratát mindaddig legyőzte az Isten által adott vágy, kívánni a szenvedést, mint a földön a bűnt. Így én, aki itt gyötrődve feküdtem már több mint 500 évet, az imént megéreztem, magasabb helyre mennék, ezért rengett a hegy, ezért dicsérték a jótét lelkek körben az urat. Bár csak hamar fölhívná őket is. Ezeket mondtas, mivel az ital jobban esik a nagyon szomjazónak, elmondhatatlan örömömre volt. Értem a hálót, mely itt fogva tartott, így bölcs atyám, s hogy bújtál ki belőle, s miért van rengés és közös öröm, de te ki voltál? Mondd el, légy szíves, add tudtomra, miért kellett neked sok évszázadon át feküdnöd itt. Mikor a jó Titus, akit segített a mindenség kirája, bosszút állt a vérért, melyet Júdás eladott, olyan nevem volt, mely hosszabban él, és dicsőbbé tesz, mint más, mondta az árny. Híres voltam, de még nem volt hitem oly édesség áratta szavaimból, hogy Tulúzból Róma elhozatott, s a fejemet Mirtusszal koszorúzta. A nevem Stácius, ma is közismert, megénekeltem Tébát, s nagy Achilleszt, de fölbuktam a második teherrel. A szikrák, amiktől fölgyúlt a lelkem, a szent tűzből röpködtek szanaszét, mely lángra lobbantott más ezreket. Az éneiszről beszélek. Anyámként, mint kezdőköltőt, emlőin nevelt, nélküle semmit sem nyomnék alatban. És ha élhettem volna egy időben Vergiliusszal, hát letöltenék önként még egy további évet itt. Ekkor felém fordult Vergiliusz, és az arca hallgatva azt mondta, hallgas. De sajnos... Nem mindig elég akarni. Nevetés, sírás, elválaszthatatlan az érzelemtől, mely létrehozza őszinte ember, nem is úr fölöttük. Nem bírtam elnyomni egy kis mosolyt. Az árny elnémult, a szememben nézett, ahol az érzelmeink látszanak. Úgy legyen sikeres a dolgod itt, mondta, hogy magyarázd meg, arcodon miért villant egy csöpnyi nevetés? Most aztán jól két tűz között vagyok, az egyik jelzi hallgas, míg a másik rám szól, hogy szóljak. Sóhajtok. A mester megért engem, és azt mondja, ne félj, beszélj nyugodtan, mondd csak el neki, amit olyan erősen tudakol. Megszólaltam. Talán csodálkozol te régi szellem, hogy miért mosolygok, de most fogsz csodálkozni igazán. Az, aki engem fölfelé irányít, Vergilius. Ő, akitől tanultad, hogyan ír emberekről, istenekről. Ha azt hitted, hogy másért nevetek, felejtsd el, tévedés. Szavad miatt nevettem, ahogy ő beszéltél. S már hajolt le, hogy költöm lábait átkulcsolja, ám az azt mondta, testvér, ne tedd, hisz árny vagy, s akit látsz, az is. Erre felállt. Hát látod, mekkora a szeretet, mely fűt engem irántad, hogy elfelejtem, üresek vagyunk, s az árnyat szilárd testként kezelem.